Kérdezhetjük, hogy nasolhat-e a kutya, mert sokan szeretnék kényeztetni kedvencüket. Én azt gondolom, hogy ha és amennyiben jól kiválasztottuk azt a, azt a táplálékot, amit nasolásra használunk, akkor igen, de ez nem lehet olyan mennyiségű, ami már az etetés befolyásolja, és hát mindenképpen számítsuk bele a napi kalória bevitelbe a, a, ezeket a nasolásra használt kiegészítő ételeket. Én azt gondolom egyébként a nasolásról, hogy azt leginkább akkor jó használni, vagy akkor érdemes ilyen dolgokhoz nyúlni, nas falatokhoz nyúlni, amikor valamire meg akarjuk tanítani, vagy valamivel jutalmazni akarjuk, tehát jutalomfalatként használjuk, akkor én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadható. Vannak anyagok, amik nem alkalmasak, lehet kapni egyébként nas külön falatokat ilyen táp üzletekben a kutyák számára, ami nem alkalmas az a csokoládé, ez embernek természetesen megfelel, és a diétás étrendben szereplő nyírfacukor sem alkalmas a kutyának a nasolásra, mert mindkettő megbetegedést okoz, utóbbi akár halálos is lehet.